Zeneiskolánk névadójának szellemi öröksége olyan kincs, melyre méltán büszkék lehetünk. Meggyőződhetünk erről, ha értő figyelemmel olvassuk Czövek Erna Emberközpontú Zenetanítás című 1975-ben írt művét. Czövek Erna szerint a tanárnak kell a gyermeket a helyes egyensúlyi helyzetre úgy rávezetnie, hogy közben kedvét a keresgéléstől el ne vegye. Úgy gondolom, hogy minden pedagógusnak ma is ez a legfontosabb, amit célként követnie kell, és ebbe az egy mondatba bele van sűrítve az, ami egy pedagógustól ma is elvárható. Zeneiskolánk immár 25 éve törekszik arra, hogy Czövek Erna emberközpontú, gyermekközpontú tanítási elveit követve neveljük, oktassuk a fiatalokat a zene szeretetére és művelésére. Különösen büszkénk vagyunk arra, hogy zeneiskolán kiemelt célja között szerepel a kamarazeneoktatás, és hogy Czövek Erna a kamarazenét, mint tantárgyat, ő vezette be a tanítandó tantárgyak közé az alapfokú művészetoktatásba. Czövek Erna szavaival élve a mi pedagógusok feladata nem megtanítani, hanem rávezetni kell a növendékeket a zene helyes szemléletére, hogy kritikára, fokról fokra úgy fejlődjék, hogy minél előbb maga találja meg a helyes utat. A pedagógus legnagyobb eredménye, ha fölöslegessé válik, ha növendéke már az ő segítsége nélkül rájön arra, hogy milyen a jó zenei megoldás. Sőt, a legjobb öröme egy tanárnak, ha volt növendéke túllép rajta, hiszen ez a fejlődés rendje, s a jó pedagógia igazolása. Az állandóan fejlődni vágyó tanár a volt növendékeitől kérhet zenei tanácsot, ez pedig a pedagógia csúcsa. Elsírnám magamat a boldogságtól, akkor csak az örömkönnyeit láthatjátok majd a szememben. Köszönöm, hogy eljöttetek. Én is köszönöm a sorsnak, hogy itt lehetek. És köszönöm polgármesterasszonynak és a önkormányzat minden tagjának, hogy valóra válthatta ezt a csodálatos ünnepséget, ezt a boldogságot a lelkemben, hogy az az asszony, az az ember, aki Magyarországon 1941 óta megteremtette az alsófokú zeneoktatást, az 61-ben a nyugdíjba menetele után itt is meglétesítette az én természetesen segítségemmel a zené szeretetre való tanítást. Ez aztán sajnos megakadt 3 évvel később, mert Erna anyánk is elment, meg a járás valahogy nem engedte meg azt, hogy itt egy ilyen központi hely alakuljon ki. Én végtelenül szomorú voltam, de ennek ellenére sikerült a 100. zenei általánost is megteremtenem. Aztán egy szomorú affér miatt 74-ben elhagytam a községet, pedig én 59-ben tettem ide először a lábamat. És amikor 61-ben Szemereki polgármester úrnak, 91-ben a Kanadában megcsörrent a telefon, mert épp a lányomnál voltam, az idősebbik lányomnál kint, hogy jöjjek haza, mert itt ő úgy hallja a önkormányzat tagjaitól, a képviselőtestülettől, hogy én vagyok az, aki itten a zeneiskolát megteremthetem, hát boldogan rohantam haza. És ezért ez az ünnep nem csak Erna anyánk sírhelyének és hamvainak a hazahozatalát ünnepeljük most boldogan. Talán morbidul hangzik, hogy én boldogságról beszélek egy temetőben, de nekem a lelkem az, hogy én ezt is megérhettem, hála a polgármester asszonynak, és megérhettem azt, hogy valóban itt éljen a zene, és
hírül adja a világnak, hogy a zenét szeretni kell, mert a zene erőt ad, nekem is ez adja az erőt, és remélem, hogy még sok-sok eseményére meghívtok majd, és jöhetek ki, és Erna anyánk pedig végre békére lelt, mert 5 évig ott lakott fent a Petőfi Sándor utca 15 szám alatt, és nagyon-nagyon boldogan nevelődtünk együtt, ő engemet, én pedig hallgattam a szavait, és mindent főztem neki, amit csak kellett, mert tudtam azt, hogy ez megtiszteltetés, hogy ő eljött hozzánk lakni. Éljünk tovább, és büszkék legyenek főleg a tanítványok, hogy ez a sírhely itt van, és Erna anyánk hazatalált, én pedig végtelenül boldog vagyok, hogy 59 ótai tanításom ilyen jó gyökereket eresztett, hogy még mindig jöhetek, és kívánjunk egymásnak erőt, egészséget. A zene múlhatatlan része az egész emberi műveltségnek, így hát magától értetődő volt, hogy a zenét be kell kapcsolni az iskolai tárgyak közé, mondta Kodály Zoltán egy alkalommal. Szöveke Erna, Erdélyben született zenetanár, ezt a Kodály gondolatot is tette működésének vezérfonalává, a zenét minden társadalmi réteghez, minden zene iránt érdeklődő gyerekhez közel szerette volna juttatni. Pedagógus, a tömegzenei nevelés, az új típusú zeneoktatás egyik élharcosaként előkészítette a vidéki zeneiskolai hálózat államosítását, és sokat tett a magyar zeneoktatás modernizálásáért is. Szöveke Erna 1961-ben költözött Budakeszire, és 1968-ig a Petőfi Sándor utca 15 szám alatti házban élt. Neki köszönheti városunk, hogy ezen időszak alatt megszervezte a településen az első zeneoktatói munkaközösséget a saját tantestületének a tagjaiból. 1991-ben az addig 100 Halombatta körzetéhez tartozó zeneiskolai tagozat önállósult, és Budakeszi Önkormányzati Zeneiskola néven kezdte meg a működését. A jeles zenepedagógus nevét az intézmény 1996-ban vette fel. Szöveke Ernának 1983-ban bekövetkezett halálakor nem volt élő hozzátartozója, ezért az önkormányzatunk kezelte sírhelyét a Farkasréti temetőben. Kapitány Katalin, a zeneiskola volt igazgatóasszonya, és Béres János úr, akit a zenepedagógus fiaként szeretett, az igazgatóasszonya a tavalyi év folyamán keresett meg minket azzal a kéréssel, hogy az iskola névadójának hambait méltó módon végső nyughelyére Budakeszi temetőbe hozassuk el. A képviselőtestület a tavaly október ülésen teljes egyetértésben támogatta ezt a nemes szándékot, gondoskodtunk a zenepedagógus hambainak áthelyeztetéséről, és egy zongorát ábrázoló olasz gránit séremléket állítatott az önkormányzat a tiszteletére. Látványosan ki van dolgozva a zongora billentyűzet, és a zongora kotta tartójában kialakított kotta az alábbi szöveget tartalmazza.
Czövekerna zenepedagógus 1899-től 1983, Budakeszi Zeneiskola névadója. A világot jobb helyé varázsoló embereknek két típusa van. Vannak azok, akik a meglévő rossz ellen küzdenek, és azt próbálják csökkenteni vagy eltüntetni. És vannak olyan emberek, akik a meglévő jót növelik, azt erősítik a világban. Czövekerna olyasmivel ajándékozta meg azt az országot, és ezen belül településünket is, ami mindannyiunk számára érthető, és ami valamennyiünknek egyaránt örömet tud szerezni. Zenepedagógusként több ezer gyermek és felnőtt számára tárta ki egy csodákkal teli világnak a kapuit. Olyan világba kalauzolta el az embereket, ahol harmónia és maradandó értékek laknak. Azonban az oktatói tevékenységén kívülre messzebbre is tekintett. Budakeszin megteremtette az intézményesített zenei nevelés alapjait az első zeneoktatói munkaközösség létrehozásával. Ezzel az emlékművel Budakeszi városa nevében köszönetünket, hálánkat és tiszteletünket szeretnénk kifejezni Czövekerna a zenepedagógus emléke előtt. Önkormányzatunk a zeneiskola tanári karával együtt arra törekszik, és közös feladatának is tekinti, hogy Czövekerna emlékét, szellemiségét, örökségét élővé tegye Budakeszi. Éve élek Budakeszin, és pontosan tudom, hogy a zeneiskola milyen érdemeket szerzett az elmúlt években, akár családom oldaláról is, úgyhogy ezúton is köszönöm nekik, jelenlegi testületnek és igazgató asszonynak az indítást, a magok elhintését és azt a munkát, aminek a gyümölcsét ugye napjainkban folyamatosan láthatjuk. A zene egészen egyedülálló. Külön áll minden más művészettől, nem fejez ki jól körülírható, határozott örömet, bánatot, gyötrelmet, borzongást, vagy lelki békét, de a zene maga az öröm, a bánat, a gyötrelem, a kéj és a lelki béke, mindezek elvont képében és eszenciális természetében és járulékos elemek nélkül. Ezáltal a szokványos motivumokat nélkülözve. Mégis lehetővé teszi számunkra, hogy megragadjuk és átéljük mindezeket a maguk lényegi valójában. Ezt egy Arthur Schopenhauer nevű metafizikus mondta, aki maga bár nem volt zenész, de nagyon szerette a muzsikát, a zenét, és sok gondolatot köszönhetünk neki napjainkban is. Tehát életünket keresztül kasúl szövi a zene, a bölcsőtől a sírig, és még azon túl is. A zene, ami az ember legősibb kifejezési formája, eszköze, amely ősibb, mint a nyelv. Még írni se tudott az emberiség, amikor a hang és a szó és a zene már hatalmába kerítette. Aki nem él vele, mondotta Kodály Zoltán, lelki vérszegénységben él és hal. A zene nem magánosok keftelése, hanem lelki erőforrás, amelyet minden művelt nemzet igyekszik közkincsé tenni. Ma a budakeszi polgároknak egy szép és felejthetetlen ünneplésben van részük,
akkor, amikor Czövekerna emlékművének az avatása történik, és eközben a róla elnevezett zeneiskola tanítványainak a gyönyörű műsorát halljuk. De miért is van mindez? Ugye nem csak azért, mert a kiváló tanítványok zenéje emlékeztet Sosztakovics gondolataira, miszerint aki zenét hallgat, mondta Sosztakovics, érezheti az összetartozását az egész világgal, hanem azért is, mert a zeneiskola annak az embernek a nevét viseli 1996-tól kezdve, aki budakeszi, ahogy igazgatóasszonytól hallottuk, zenei mindeneseként abban az időben szerzett hírnevet lakóhelyének az 1961 és 68 között terjedő időszakban. Azért is emlékszünk ma rá, mert az egyéni tehetsége, művészete és a helyi közösség szándéka összekapcsolódott, és ma is összekapcsolódik, egymást erősíti. Most Czövekerna emlékét és munkásságát a jelenben és a jövőben megtestesítő emlékmű avatásán akár aktív művelői, akár passzív élvezői vagyunk ennek az isteni adománynak, tehát a zenének. Gondoljunk azokra, akik énekelnek, muzsikálnak, tanítanak belső igényességük által, természetes emberi vágyjal. A zenepedagógusokra, és köztünk elsőként Czövekernára, aki zenetanárként, zongoratanárként, pedagógusként, sőt, mint talán többen tudják, 45 utáni időszakban minisztériumi tisztviselőként szolgálta a magyar zenepedagógiát. Ugye ő rá, aki a Népművelődési Minisztériumban is dolgozott abban az időben azon a néven, egy ideig 45 után azért dolgozott itt, hogy a zene és a zenetanulás Magyarországon mindenki lehessen, a magyar zeneiskola oktatás elsősorban vidékre kitelepülve megerősödjön. Talán kevesen tudják, bár ma vagy utalás már volt rá itt, hogy 45 után a magyar vidéki zeneiskolai állami oktatás kiépítésén és kimondottan a szélesebb tömegeknek a zenei nevelésén fáradozott nagyon sokat. Azt vallotta, hogy a zenei nevelést a legkisebb korban kell elkezdeni, és hogy ezen belül az ének, a zene, tehát az ének a zene legtermészetesebb megnyilvánulása. A zene olyan hangszer, amelyen akarva akaratlanul ösztönösen helyesen formálhatjuk a zenei történést. Így a zenei folyamat sajátunká válik majd, és közben a zenemű szerzőjének az elképzeléseit nem másítjuk meg. És ez a titka a jó hangszerjátéknak, a jó zongorajátéknak is. Miután ezután valószínű, hogy a hangszeren is hasonlóan muzsikálunk majd, mint egy énekszerűen, mondta Czövekerna. Hasznos és azt gondolom megfontolandó üzenet ez a jelen pedagógusainak és a zenei tanulóknak egyaránt. Czövekerna mindig hangot adott annak, hogy a zenetanításban helyes az ösztönzés, a megéreztetésből kell kiindulni, majd ezt jó módszerekkel továbbfejleszteni, és egyben zenei ízlést kell kialakítani. Czövekerna, mint sokan tudják, híres zongoratanár zenepedagógus volt, és több ismert tanítványa volt, például Liszdíjas Szokolai Balázs is, és munkásságát fémjelzi többek között a útmutató a zongoratanításhoz, és több más zongoratanítást támogató szakmai írás és kiadvány. Nekem sokat mondott számára a fentieken túl a munkásságából az alábbi gondolat is, amit egyébként az ember nem csak zenepedagógusoknak, hanem bárkinek is bátran ajánlhat. Ma az átlag növendéket, írja Czövekerna, a zenetanár, a tantervek is, tehát ma az átlag növendéket, a zenetanár, a tantervek is azt mondják vele kapcsolatban, hogy gyenge a növendék anyag. Holott az anyag nem gyenge, hanem olyan, amilyen, mondta Czövekerna, átlagos. Meddő igyekezett minden áron a legtehetségesebb növendéket megtalálni azonnal és követelni. Inkább fogjunk össze zenepedagógusok, olyan tanterveket és különösen módszereket alakítsunk ki, amelyekkel az átlag növendékből zeneszerető, zenei atmoszférát terjesztő műkedvelőt, legalábbis egy nagyon jó zenehallgatót tudunk nevelni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Minden település, minden helyi közösség örülhet és büszke lehet akkor, ha a települése történetét hírességek gazdagítják. Örülhet, amikor a hírességek helyi közösséget, hagyományt, történelmet írnak. De Czövekerna egykoron élt Budakeszin a Petőfi utcában, és abban az időben még zeneoktatói munkaközösséget is szervezett itt, és ez nem csak az ő, hanem a település később életére is hatással volt, hiszen látjuk, hogy egy nagyon jó hírű, országos hírű zeneiskola működik Budakeszin, aminek a híre egyre inkább terjedt szerte a környéken. Emlékezzünk a mai nap közösen az éles zenepedagógusra,
akinek emlékét megörökítendő, hogy a budakeszi közössége emlékművet épített, és gondoskodott Szövekerna hazatéréséről Budakeszire 33 év után.